Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Koller Zsuzsi és Koller Krisztián a mai vendégem. Sziasztok! 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 Hello! Hú, de egyszer volt! Nem vagyunk egymásra hangolódva, kicsit sem. Kicsit sem, így 11 éve, igen. Köszönjük szépen, hogy ezt a beköszönést, mert ez is inspiráló, ugye? Inspiráló párkapcsolat, azt hiszem, ezt a címet adtuk a mai bejelentkezésnek, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Zsuzsival és Krisztiánnal talán nyár végén találkoztunk, szóval nem olyan régen. Viszont nagyon megfogott az, ahogy ők együtt működnek, szó szerint. És valahogy jött egy olyan gondolat és energia, hogy mi lenne, hogyha beszélgetnénk egy kicsit róluk, illetve arról, hogy hogyan működhet a mai világban egy párkapcsolat tudatosan. Azt hiszem, hogy sokan vagyunk, akik valahogy realizálták, hogy a régi minták azok már nem feltétlenül működnek, vagy nem tudunk a hagyományos üzemmódból párkapcsolatot létrehozni, teremteni, működtetni. Viszont ugye az új mintáink még nincsenek meg, és valahogy mi vagyunk ennek az úttörői, azt gondolom. Zsuzsi és Krisztián pedig ebben engem nagyon inspirál, és ha jól tudom, 11 éve vagytok közösen ezen az úton, úgyhogy egy kicsit meséljetek, légy szíves, a kezdetekről, hogy találtátok, meg teremtettétek meg egymást. Zsuzsi, kezdjem? Aha. Imádom elmesélni, már elég sokszor elmeséltük, de még magunkat is feltölt, hogy ezt így felidézzük, mert ez egy nagyon izgalmas találkozás volt a miénk, és már akkor is tudtuk, hogy ez egy merőben eltérő kapcsolat lesz, mint amire számítottuk, vagy ami korábban működött, vagy korábban amit tapasztaltunk, mert megelőzte a találkozásunkat némi előkészület. Előtte nem ismertük egymást, és mind a ketten egyébként Móron éldegéltünk, meg Mór környékén, de valahogy soha nem sodort minket az élet össze. Tehát, hogy nem ismertük egymást egyáltalán, és mind a ketten szereztük a kis párkapcsolati tapasztalatainkat, jókat is, rosszakat is, hát idézőjelben rosszakat, de ugye tapasztaltuk így saját magunkat a párkapcsolatban, és én elérkeztem egy szakítás után egy olyan pontra, amikor azt mondtam, hogy jó, voltak ilyen meg olyan párok az életemben, egyik sem az volt, amit én szeretnék, és most már rosszakat nem fogok az életembe beengedni, illetve olyanokat, akik nekem nem méltóak, vagy nem valók, nem passzolnak hozzám, úgyhogy én most így hátradőlök, egy picit élvezem, hogy egyedül vagyok, és összeszedem, hogy mi az, amit valójában én szeretnék. És az eddig a korábbi tapasztalataim alapján én írtam egy listát magamnak, hogy mi az az álompárkapcsolat, még akkor is, ha azt gondolom, hogy olyan nem lehetséges, amit én elképzeltem saját magamnak. Ki gondol ilyet? És ráadásul én ott 28 éves voltam, és rajtam volt a 30 para, hogyha én 30 évesen nem leszek feleség, az ott lefőtt a kávé, nekem ott vége, én nekem itt akkor már nem lesz boldogságra lehetőségem. És amikor ott ebben a kis újragondolás fázisban voltam, akkor ezt sikerült elengednem. Nem is tudom, hogy hogyan, mert nem voltam az access-ben, nem voltak eszközeim erre, de egyszerűen valahogy azt tudtam ott belül, hogy amit én gyermekként, kislányként megálmodtam magamnak, hogy én nekem milyen boldog életem lesz egy férfi mellett, az nekem meg lesz, ha 50 vagy 60 évesen találom meg, nekem most már mindegy, de annál alább én nem adom. Emlékszem, hogy ez volt bennem az elhatározás, és összeszedtem a kis listámat, ez volt decemberben, és én azt gondoltam, hogy most akkor majd ismerkedem, és akkor majd valamikor érkezik, tényleg berendezkedtem erre, hogy majd az évekig így lesz, és áprilisban megismerkedtünk. Tehát volt 4 hónapom, vagy 3,5, hogy ezt így kielvezzem, mert egyszerűen valami oknál fogva oda sodorta elém az élet a Krisztiánt, és akkor most átadom a szót. És ez egy nagyon szép történet, mert hogy nem, hogy ő érett meg erre a párkapcsolatra, hanem egyébként én kellettem ehhez, mert előtte mi találkoztunk 3 héttel egy szórakozó helyen,
és akkor én nekem úgy érzem, hogy már le volt fizikálisan zárva egy kapcsolatom, de még mindig nem, magamban még nem rendeztem el ezt a dolgot, és még mindig nem raktam ide a pontot rá, tehát hogy egy lezáratlan kapcsolat volt ott, mikor láttam őt egy szórakozó helyen, és akkor én utána egyébként megkerestem, nem tudom, akkor még volt Iviv volt, igen. Meg Facebook, Iviv, igen. Csak Iviv volt. Tényleg, akkor még csak Iviv volt. És akkor ott a képeket már nézegettem, hogy hát ő egy helyes csaj, úgy elkezdtem méregetni, hogy hát ő lehet, hogy nekem jó lenne, meg bejönne, tehát hogy ugye az energia elindult, de még bennem volt egy olyan lezáratlan kapcsolat, ami nekem az ikerlángom volt, és ezt tudjuk, én nagyon-nagyon megborultam, mikor ebből a kapcsolatból én kijöttem, és én ott igazán ott léptem arra, hát én ott kezdtem el kinezológusként utána már funkcionálni, tehát ebből a beborulásból, tehát én ott konkrétan ilyen depressziós voltam a párkapcsolatom után, és nem tudtam mit kezdeni magammal, nem tudtam, hogy én ki vagyok, mit keresek, és nyilván csomó ilyen családállítás, meg ilyen sok ilyen önismereti kurzuson vettem részt, tehát hogy ilyen buddhista főiskolától kezdve, szóval, hogy mindenhol kerestem voltam. Kerestem magad. Igen, mindenhol kerestem magam, aztán egyszer csak összeállt, de ezt a lányt még mindig nem tudtam lerakni, mert úgy éreztem, hogy olyan érzések vannak még mindig bennem, amit nem tudok tisztán látni. De egyébként már mellette értem az életemet, tudtam, hogy el kell engednem, tudtam azt, hogy ez már nem működőképes, tudtam azt is, hogy már mit szeretnék az életembe, és hogy én mire vágyom, és ez a kapcsolat már előtte 6 évvel már véget ért, tehát hogy 6 évig volt ez a kis önismereti útom, és mellette voltak barátnőim és mindenféle, de tudtam, hogy ő vele még mindig nincsen lerendezve ez a karmikus dolog. Úgyhogy ez egy ilyen nagy tanulság volt nekem, hogy én nagyon-nagyon hálás vagyok annak a lánynak, és az összes idáig lévő barátnőimnek, mert mindenki megtanította azt nekem, és megtanultam szerintem ezekből a kapcsolatokból, hogy nekem mire van szükségem. Én mit szeretnék. Valójában. És nem az van, nem abba dőltem bele, hogy mi az, ami nem működik, mert tudtam, hogy mi az, ami nem működik. Tudtam már, hogy volt annyi párkapcsolatom, hogy már azt tudtam, hogy mi az, amire nekem nincsen szükségem. Mi az, ami nekem nem, mi az, amiben én nem tudok jól működni. És erre én azt csináltam, hogy átfordítottam, és írtam egy listát. Ez a lista, látom, ez egy fontos. Ugyanúgy, mint ahogy a Zsuzsi is, hogy ő is, ahogy leírta ezt az egész dolgot, nálam is ugye le volt. Aki nekem az álompárom, és hát azt mondtam, hogy hát ilyen nő nincs a világon, és akkor így mégiscsak aztán papírra vetettem ezeket a dolgokat, és most nem látlak titeket, csak azt nem tudom, hogy most a Krisztiánék fagynak, vagy én fagyok. Azt azért jó volna tudni, hogy ha valaki tud nekem írni, Zoli, te látsz minket, vagy hallasz minket, vagy engem nem lehet látni. Vagy a Zsuzsiékat nem, mert hogy én most nem látom a Zsuzsiékat. Visszatértetek, jaj, de jó. Visszatértünk, tök jó. Ott tartottunk, hogy papírra vetetted, legalábbis én ezt hallottam utoljára, és azt gondoltad, hogy neked nem lehetséges, hogy létezzen ez a hölgyemény. Igen, mert hogy olyan kritériumokat írtam, hogy együtt tudjunk fejlődni, mint szellemileg, érzelmileg, meg fizikálisan is, hogy tudjuk együtt fejlődni, meg hát ilyen neki is le legyen zárva a múltja, mint ahogy nekem is, ahogy én is lezártam a múltamat, hogy egyébként meg tudjak vele mindent beszélni, hogy zsemmecicie legyen, hogy ilyen testje legyen. Hogy... Elég részletes volt a listája, az enyémnél sokkal részletesebb. Így van. Tehát, hogy én írtam egy ilyen kis listát, egy kívánság listát, és
én akkor így mondjuk így, hogy egy ilyen kis teremtői képességekkel, legalábbis úgy érzem, hogy akkor is már ezt alkalmaztam. Tehát sok eszközöd volt már. Igen, meg már nagyon sok eszközöm volt arra, hogy én megteremtsem ezeket a dolgokat, és én mindig is így működtem, hogy ilyen, hogyha én szerettem volna valahol dolgozni, akkor nekem ez úgy bejött. Én szerettem volna, nem tudom, egy színházba, régen trombitáltam, és én szerettem volna oda bejutni, és akkor én ott muzsikáltam rá egy évre, meg két évre, és mindig, amit elképzeltem, az mindig minden összejött. Milyen szerencsés vagy. Ja, igen, tehát, hogy ilyen, ez így már nekem tisztában volt, hogy mindig így elismertem magamat, hogy de jó, ezt is meg tudtam csinálni, de jó, hogyha ezt megteremtettem, akkor ezt is, és volt, és még nem csak volt, hanem még van is bennem egy ilyen kis durcásság. Ha valami nem jön össze, akkor felhúzom, ilyen besértődök, mint amikor kisfiú voltam, és ez egy nagyon kicsikét, én most úgy érzem, hogy ez nem is olyan rossz, hanem ez most már a megkövetelési energiánk, hogy már pedig ez nekem jár. Uh-huh. És emlékszem, hogy szombaton, mikor összejöttünk, április 17-én, éjszaka, azaz már 18-án, erre a Zsuzsi nem emlékszik. Andrea napon. Wow. És előző nap pénteken mondtam a haveromnak, hogy na jó, nem igaz, hogy egyébként nincsen meg ez a nő, akkor inkább leszek egyedül, ugyanúgy, mint a Zsuzsinál, hogy inkább akkor leszek egyedül, de én egy szar kapcsolatot nem akarok magamnak. És ott kidurrant pénteken, és szombaton egyébként így odatolták a Zsuzsit, hogy figyeljetek, nektek szerintem meg... ti ígyatok egyet. Igen. Oda tolták. Előtte már nekem is jött úgy, ahogy ő mondta, hogy megnézegetett engem az interneten, előtte már őt az én ismerőseim, a családtagjaim ismerték, mert ő kineziológusként már ő dolgozott, és jártak nála. Csak én nem ismertem. És akkor mondták, hogy hú, Zsuzsi, neked a Koller Krisztián, az tök jó lenne. Mondom, hát oké. Ezt mondjátok, biztos így van. Tehát, hogy ott már azért jelen volt ez a világunkban, és akkor azon az éjszakán aztán igen, de hogy az azért azt gondolta rólam, hogy én egy ilyen kis kineziológus vagyok, egy ilyen egész nap, hogy csak így ommozok, meg hogy ilyen kis... Az volt a kérdés bennem, hogy biztos, hogy elég férfi ez? Tehát, hogy olyan finom energiái voltak, mert aztán természetesen előtte elmentem hozzá konzultációra párkapcsolati problémával, tehát ott megismertem, hogy ő kicsoda. Hát, de előtte egy vagy két éve, nem? Egy nem, éve. Ez ott eléggé előtt, fél évvel. Igen. És akkor azóta tudtam, hogy te ki vagy. És ugye ott érzékeltem, mint segítő, ott úgy volt jelen, hogy ott nem volt a férfiassága ugye előtérbe helyezve, hanem ott segítőként tényleg nemtelenül az érzékenységével volt velem jelen, és ott tényleg az volt, hogy hát nem fogott meg. Hát vajon milyen férfi ez a Krisztián? Aztán ott azon az éjszakán, amikor megismerkedtünk, akkor ez kiderült. Igen, ám, de azon az éjszakán emlékszem... Nem úgy! Nem. Gyerekek sem úgy lettek. Úgy lettek, de az később volt. A gyerekeket is a gólya hozta. Azt majd mindjárt elmeséljük, hogy hogy történt az éjszaka, mert egyébként nagyon nagy tanúsága van legalábbis szerintem, igen. Hogy én bennem ez a lista ott volt, és én már úgy ismerkedtem, hogy én nem akartam olyan lányra rápazarolni, most nagyon csúnyán mondom, az energiáimat, aki egyébként nem üti meg az én szintemet, ami az én listámon van. Értelek. És nekem a listámon volt egy olyan, hogy én ővele tudjak inni, bulizni, táncolni. Ott voltunk egy szórakozó helyen, betolták így a Zsuzsit, hogy nektek akkor meg kellene ismernetek egymást. Első kérdésem, oké, iszunk pálinkát? És mi volt a válasz? És mentél a lista szerint? És elkezdtem pipálni ott, és elkezdtem tesztelni ezt, mármint magamat, hogy a listának megfelelő-e a dolog. Tehát nem is őt néztem, hogy rendben van, vagy nincs. Tehát úgy személy szerint, hanem az én listámat elkezdtem pipálni, mert itt tulajdonképpen az én minőségemről, hogy ő tudja-e azt a minőséget, így tudom elmondani, így van, ami bennem megvan. Van-e az, amit keresel. Igen, és hogy így volt ez, és az a nagy igazság, hogy amíg nem volt listám, mindenkivel csak mentem, és így sodródtam, és na, talán ő lehet az. És szerintem itt kezdődik a tudatosság a párkapcsolatoknál, hogy a választás, hogy én milyen minőséget szeretnék. Mert hogyha én beválasztok alulra, legalábbis szerintem, tehát hogyha nem írok egy ilyen listát, vagy nincsen elképzelésem,
akkor hát jó, bemegyek, sodródok vele, persze az elején párkapcsolatoknál mindenki a pozitívumot mutatja meg, és sosem nézünk egyből mögé, mert hogy ugye jó horgász beletett, tehát hogy az elején mindig marketing megvan időszak marketing van. Időszak. Jó horgász. Így van. Mindenki a jót, tehát hogy mindenki a jót mutatja magáról, és oké, hogy a jót mutatja magáról, de hogy abban a jóban ő, én már néztem ennek a hátterét is, hogy például mindenről tudok-e vele beszélgetni. És ezen az éjszakán az történt, hogy megittuk a kis pálinkánkat, elkezdtünk inni, tehát ez már két darab pipa, és utána elmentünk táncolni, és ez egy ilyen, hát ilyen mulatozó zenére, én nagyon szeretek táncolni mulatozó zenére, és ez nyilván a buli ott volt a listámon. Tehát és hát, ez az összekapaszkodós táncos. Igen, és annyira jól egymásra hangolottunk az első percben, hogy váó, ő is tud táncolni, pipa. Ja, szeret bulizni, pipa. Jó. Ráadásul, mikor elkísértem haza, akkor az történt, hogy mindenről tudtam vele beszélgetni. Nem tehát, tudtuk abba hagyni, nem fogyott el a téma. Nem fogyott el a téma. Akartuk még. Uh-huh. Akartuk még ezt, és akkor hazaértünk. Szeretne kérdezni. Igen. Nem ott, hogy nem tudjuk abba hagyni. Igen, nem, csak hogy amúgy örülök, hogy könnyű veletek beszélgetni, csak hogy szerintem nagyon sok ilyen lényeges pontot érintettünk már, amivel már kezdődik a tudatosság, és pont a lista az egyik, amire ki szerettem volna térni. Úgyhogy csak a saját példámat meséljem el, nekem nagyon sokáig ellenállásom volt ezzel a listával, mert ezt sokan mondják, hogy irrealistát, de hogy én azt gondoltam, hogy ezzel nem ezt szűkítem be azt, amit kaphatnék, mert mi van akkor, hogyha jobbat is kaphatnék, mint ami ott van a listámon. De aztán rájöttem, hogy valójában ez arra jó, hogy ugye tisztánlátást kapjak, hogy mi az, ami fontos, hogy meglegyen, és amit te mondasz, Krisztián, hogy ugye az eddigi kapcsolataidból összegezted, úgymond, hogy mi az, ami neked működik, és mi az, ami nem. És hogy mi az, ami fontos a nem szempontjából is, például, hogy neked belefér, hogy dohányozzon, hogy nálam mondjuk ilyen sarkalatos pontok ezek vannak, fontosan. Most így nem említem, de hogy fontos az, hogy valamit nem szeretnék mondjuk az életembe. És hogy nekem ez a listázás például sokáig emiatt úgymond nehéz volt, de azt gondolom, hogy ehhez meg nagyon fontos egy nagyon mély szintű önismeret is, aminek szintén valójában soha nincs vége, ha őszinték vagyunk. Igen, viszont akkor nem korlátozott be ezt a listádat, hogyha azt írod a legvégén, hogy egyébként álmaimon felül. És te ezt odaírtad. És ich bin. És nem tudtam, ugye az eszközöket, akkor még nem ismertük ezeket, hát az Access Bus még, bocsánat, de 11 évvel ezelőtt még itt teljesen ismeretlen volt alapvetően az én valóságomban nem volt benne. De már akkor is tudtam azt, hogy egyébként a buddhista főiskolán tanultam én azt, hogy zenezni lehet. És hogy ott az elengedéseket, meg ezt a nagy kitágulságot, ezt a végtelenséget, ott én már azt gondolom, hogy ott én ezt már úgy energiában éreztem, és én ezt úgy tudtam megfogalmazni, hogy álmaimon felül. És tehát, hogy minimum ezt kérem, ezt akartam mondani én is. Hogy ez a minimum, amit kérek. Ez az alja, és ezen túl még mi jöhet. És erre tudom azt mondani, hogy azért írtam oda a listára, hogy mint szellemileg is, érzelmileg is, fizikális szinten is, hogy együtt tudunk fejlődni, mert alapvetően abban benne van minden, hogy hogy én hova fejlődhetek ő vele. Bárhová. Ahová csak szeretnénk. Igen, mert ugye sokszor van ez is, hogy elmennek egymás mellett, elfejlődnek egymás mellett, vagy egyszerűen egy más energetikába kerül valamelyik, és hiába volt mondjuk x ideig működőképes, hogy el tudnak menni. De nyilván ennek is megvan a maga oka, meg nincs ezzel semmi baj, csak hogy ott viszont van egy pont, ahol el kell tudni egymást engedni. Mi az, ami nektek a 11 évet, tehát hogy tudjátok ezt 11 éve gyerekekkel azóta ugye működtetni? Tehát mi az, ami hogy tényleg egymást inspiráljátok a fejlődésre, vagy mi a titok? Jó, egy dologra hagyd térjek vissza, okay. mert én úgy érzem, hogy ez a lista, alapvetően én most úgy tudom neked elmondani egy példával, mint hogyha egy házat építenék, hogy van egy tervrajzom, hogy én milyen házba szeretnék beköltözni. Tudod? Tehát, hogy ez egy tervrajz, és akkor
oké, megépítettük, nagyjából tudom, mert ugye már laktam sok lakásba, de hogy én mit szeretnék ezzel a listával tulajdonképpen meg, tehát hogy összeírom, és egy tervet csinálok rá, nem célt, mert a cél az ilyen fix. Nagyon fix, a tervet meg mindig lehet változtatni. De ezt a tervet ugye úgy csináltuk meg, hogy rugalmas legyen mindenben. És én szerintem a mostani hiba az az, hogy a párkapcsolatokban mi mindig az érzelmeket keressük, hogy ő szeret engem, hogy ő... Mások. Tehát, hogy mindig azt keressük, hogy én kapjak egy visszaigazolást a másiktól. És szerintem ez a terv után jön ez, hogy ebben viszont nagyon-nagyon, már szerintem így jól lehet belelátni, hogyha én elkezdem elvárni a dolgokat a másiktól, hogy én őtőle fogom majd jól érezni magamat. Ez az, ami egyébként fontos szerintem még a listába is, hogy ha én tudom azt, hogy attól érzem jól magam, hogy nem tudom, motorozok, síjelek, szánkozok, korcsonyázom, színházba szeretek járni, moziba szeretek járni, szeretem a munkámat például, akkor ő vele tudok-e kapcsolódni örömmel? Tehát, hogy ő is felül-e mögém a motorra, például, és mi óriásiakat motoroztunk együtt, annyira imádtuk, mert láttam második nap, hogy ott van a bukós isak benne a szekrényében, és akkor gyere csak, figyelj, mutatok valami meglepetést, és kinyitottam a garást, és ott volt a motorom. És én ott tényleg az első randiainkon, én ott mindegyiken így lepadlóztam, hogy nem hiszem el, és ő csak így mondogatta, hogy ilyen van, hogy ilyen, úristen, ilyen van, és ő meg csak mondogatta, hogy ez is rajta van a listán, az is rajta van, és akkor én még nem tudtam még milyen lista, és akkor utána a harmadik randin vettük tulajdonképpen elő, és mutattuk meg egymásnak, hogy ez az én listám, amin te vagy, ez a te listád, amin én vagyok, és igazából... Ez az szerintem, ami miatt, amit kérdeztél, hogy 11 év után hogyan tudjuk ezt fenntartani, hát nem mindegy, hogy milyen alapra építjük fel, de itt nem áll meg az egész, hogy az alap az jó, hanem én azt gondolom, hogy az egyik kulcsa annak, hogy mi most még itt tartunk, az az, amit a Krisztián kezdett el mondani, hogy mind a ketten tudjuk, és választottuk azt, hogy a kapcsolatunk akkor fog működni, ha mind a ketten külön-külön jól érezzük magunkat a bőrünkben, és az a mindenkinek a saját felelőssége és feladata, hogy azt megteremtse. Tehát, hogy soha nem azt várjuk, hogy majd ő felvidít engem, vagy majd ő megvigasztal engem, vagy ő majd kirángat a gödörből. Tehát, hogy amikor valamelyikünk, mert nálunk is voltak gödrök, a 11 év az nem itt volt fönt mindig végig, de hogy amikor valamelyikünk egy kicsit bezuhan, vagy nagyon, akkor nem várja el a másiktól, hogy az majd engem kirángat, hanem valahogy ezt inkább ott vagyunk, mint lehetőség a másiknak, hogy elérhetsz, ha szeretnél, de egyébként tudom, hogy meg tudod oldani. Ezzel a fajta hozzáállással tudtuk ezt szerintem idáig vinni. Csak ez az egyik, csak egy csomó összetevője van. Hogy itt most ugye van ez a kapcsolódás, amiről itt beszélünk, hogy ez a motorozás, ez a síjelés, tehát hogy a, pozitív... a pár kapcsolatban, tehát hogy én magamat megtalálom, igen. Ő külön megvan, és kapcsolódok vele egy pozitív tevékenységgel, mert a tevékenység, hogyha elmegyünk mondjuk motorozni, de jó, hogy elmentünk motorozni, ő is azt mondja, hogy de jó, hogy elmentünk motorozni, és a kettő az összeadódik, és itt van kettőnk között ez az öröm, a közös érdeklődés, és ugye érdekem van vele kapcsolódni, mert hogy érdeklődöm felé, és az én érdekem, hogy jól érezzem magam, és az ő érdeke is az, hogy jól érezzem magát, mert a kettő az összeadódik, és abból lesz egyébként a kapcsolódás. És szerintem itt van az, hogy egy nagyon jó alap kell ahhoz, hogy ezt 11 évig nagyjából ilyen szépen, és mindegy, hogy ő most lent van, semmi baj, nem jössz el velem motorozni, tök jó, akkor elmegyek együtt is, feltöltődök, és én hazahozom egy feltöltött energiát, te addig meg kidolgozod magadból, és akkor nem tudom, majd a végén gyere, ha megvan a tanulságod. És nem akarom megjavítani neki. Persze volt ilyen is, hogy utána átmentem én ilyen megmentőbe, de ezekre mind szépen... És láttuk, hogy nem működik. Hogy látjuk, hogy nem működik ez a dolog, mert akkor egy felsőbbrendű leszek, és ő meg megint összehúzza magát, és ezért nagyon fontosak szerintem az alapok. Tehát, hogy ez a lista nekünk szerintem külön-külön jól meg volt írva. Igen, de nem csak, tehát ez igen, és nem csak ez, hanem az, hogy szerintem közben mindig mertünk ránézni, hogy amúgy az oké, hogy régen így volt, de hogy most mi milyen irányba menjünk tovább.
Tehát, hogy amikor mondjuk már jöttek a gyerekek, akkor most nem a motorozás lesz, hanem akkor kerestünk új olyan élményeket, amit közösen tudunk megélni. Tehát azért arra mindig figyeltünk, hogy legyen benne valamilyenféle megújulás. Igen. És én emlékszem, hogy harmadik nap, mikor én mondtam valamit neki, hogy figyelj, ezt ne düböl takarítsál, mert hogy ez nem olyan jó. Kicsit kényszeres voltam. Tehát, hogy és nem volt vele bajom, csak neki kell takarítani, és ilyen düböl. Látta, hogy bántom magam ezzel. És így finoman megéreztem, hogy drágám, figyelj, nem kell takarítanod, hogyha itt takarítasz, mert utána nekem sokkal több időbe telik kitakarítani ezt energiába, mint ami csinálom most itt fizikálisan, és mondtam neki, hogy gyere, hívjunk egy takarítónőt, hogyha nem szeretné. És akkorát váltott ő egyből, hogy észrevette, hogy hoppá, ezt csinálom, más nő lehet, hogy ezen megsértődött volna, és azt mondta, hogy hagyjál békén, én úgy takarítok, és mindig is így szoktam takarítani, és nem lenne hajlandó változtatni ezen. És nálunk ez a jó, hogy mindig megbeszéljük, hogy hajlandó ő is változni, és én úgy érzem, hogy én is hajlandó vagyok változtatni dolgokon. Igen. És ez az, ami egyébként minket szerintem így épít fölfele, mert nagyon gyakran, amikor nem vagyok hajlandó változni, hanem bekötöm magam egy röghöz, tehát ragaszkodom, akkor onnét nem tudom magamat kimozdítani. És ez nem arról szól, hogy én most papucs vagyok, hogy én azért változok, mert ő, hanem felismerem magamban azt, például takarításban, hogy ő az anyukájától hozza ezt a tökéletes takarítást, tisztaságmániát, rendmániát, és ez is én vagyok. És később egyben ránéztünk már, hogy oké, ez kijött harmadik nap, és nagyon szépen finoman szerintem be lett kommunikálva, és te is felismerted ezt, hogy tényleg, hát ez van, és utána mert változtatni rajta, és merte felismerni azt, hogy ja, tényleg ez az anyukámtól hozam, és olyan szépen mutatta a sebezhetőségét ő is. Jó, hát szuper! Mert megint két sarkalatos pont, az egyik, amit mondtatok, ami nagyon fontos, hogy ugye örömből kapcsolódtok, és hogy nem a másiktól várjátok azt, hogy jól legyetek. Ez nagyon fontos, azt gondolom, mert hogy nagyon sokan ugye a hiány teréből keressünk a másikban azt, amit ugye magunkban nem találunk meg. És igen, ez egy klisé egyébként, ugye sányszor halljuk azt, hogy hát, amíg nem szereted magadat, addig hogy várod, hogy más szeressen, lelele, ugye hányszor halljuk ezt, és sokszor utáljuk hallgatni, de hogy ez tényleg így van, hogy akkor tud tényleg teremtő lenni egy kapcsolódás, hogyha nem a másiktól várom el azt, hogy megoldja az én életemet. És ez nálatok úgy látom, hogy ezek szerint valahol természetesen jött már. Tehát tényleg maguk az alapok jók voltak. Igen. Igen, és ezért hangsúlyozunk mi azt, hogy aki bejön nálunk párkapcsolati problémával, nagyon sok esetben, tehát 90%-a már az alapokkal van a probléma, amivel egyébként nincs baj, mert utána ezen még van kommunikációs technika, a szeretett nyelvek, az önfejlesztések, meg az önelismerések növelése, ezekkel ezt nagyon szépen át lehet fordítani, mert ennek megvan egy ilyen érzelmi logikája. Mi az, ami leginkább elakadás vagy probléma? Tehát, hogy az alapokkal van a probléma, ott említenél néhányat, Krisztián vagy Zsuzsa? Aha, kettő dolgot nagyon-nagyon tudok említeni. Az, hogy az önbizalom hiány, mármint az önismeret hiány, hogy én mit szeretnék, én mitől érzem jól magamat, mert hogy én nem érzem jól magamat, akkor rávetítem a másikra, hogy ő miatt vagyok boldogtalan. Tehát én mitől vagyok én férfi, mitől vagyok nő, ez az egyik kérdés. Hogyha én nem tudom magamnak megfogalmazni, akkor másiktól várok egy visszaigazolást. Ez az egyik. A másik, és ami ebből ered, hogy én nem tudok helyesen kommunikálni. Tehát amíg én minősítek, utasítok, számon kérek, addig én dühös vagyok, sértődött vagyok, és dühös, sértődött, és haragszom magamra. És ez egy folyamat, hogyha én azt mondom, hogy utasítom, például, hogy hozd már ide a vacsorámat, akkor alapvetően én őt utasítom, és ugye már jön is a kommunikáció, nem vagyok a kutyád, ne beszélj velem így. És kapok rá egy utasítást, mert hát ő dühös és haragos lesz ebből a szempontból. De ugye ez ennek már a következménye, hogy magunkkal is így beszélünk, így gondolkodunk már magunkról is, hogy én kevés vagyok, ha kevés vagyok, akkor haragszom magamra,
és akkor haragszom magamra, akkor minősítek, és számon kérek. És akkor haragszom a világra is. És akkor haragszom a világra is, és akkor nem tudok örömből kapcsolódni. Ha viszont én kedves vagyok magammal. Ó, drágám, ide tudnád hozni nekem mondjuk a vacsorámat, mert most olyan fáradt vagyok. És nézd, itt is egyes szám első szeméről beszélek, hogy én vagyok fáradt, tudnál nekem ebben segíteni? És aki segítséget kér, annak szívesen segítünk. Ott jelen van egy kedvesség. Egy kedvesség, egy szeretet, egy tisztelet. Igen. És nem őt tisztelem meg, hanem a kommunikációval először magamat, és azáltal kapja meg ő a tiszteletet. És ez az, amin ezzel szoktunk mi kezdeni, amikor párkapcsolati problémával keresnek meg minket, hogy mert ez a kommunikáció lehet a leggyorsabban változtat. És a legkönnyebben fejleszthető területe a kapcsolatnak, és a leglátványosabb, viszont mi azt szeretjük, ha itt nem áll meg, mert az egy dolog, hogy egy ideig tudunk a kommunikációnkra figyelni, amikor az érzelmi érintettségünk, vagy a kilengésünk mondjuk a 10-es skálán ugye elmegy a 6-osig, de a fölött meg már nem tudom szépen mondani. Tehát ezért kell az önismeret, meg egy picit mélyebbre menni, hogy minél kevesebb olyan helyzet legyen, amikor a kilengés az nagyobb, és ne tudjam már az érzelmeimet kezelni, vagy kordába tartani, és ne tudjak vele úgy kommunikálni, vagy úgy viselkedni, úgy reagálni, ahogy valójában szeretnék, vagy aki én vagyok. Igen, és hogyha ha nem működik egy párkapcsolat, nagyon gyorsan fel lehet ezt fedezni, mert három alapillére van a párkapcsolatnak, a kommunikáció, érzelmek és a szexualitás. Valamelyik nem működik, akkor már távolodunk el egymástól. Akkor már mind borul. A három egyformán fontos. Akkor már borul az egész. És párkapcsolati problémák alatt mit értetek? De kik azok, akik főleg mennek hozzátok, akik párok és valamiért nem működik, vagy egyedülállóak, akik nem találnak párt? Hát mindenféle van, mert nyilván, hogy aki nem találja meg a párt, ott az alapokat kell összerakni, amiről beszéltünk így a beszélgetésünk elején, és nyilván, hogy vannak olyanok is, akik párokban jönnek. Én azt gondolom, hogy mind a kettő működik. Például mi most dolgozunk úgy, hogy mi is párba ülünk, és négyesben, és négyesben is leülünk. Tényleg? Wow. Nagyon izgalmas tud lenni, nagyon szeretjük, mert ott ugye mindenkinek a nézőpontja jelen tud lenni, és ki tud alakulni egyfajta közös konszenzus a végére, vagy egy olyan megértés, rálátás így kívülről az egészre, hogy nem az van, mint amikor ketten vannak, és akkor egymásnak dobálják a labdát, hanem mi kívülről meg tudjuk nekik mutatni, hogy mi történik. Nagyon izgalmas, ezt nagyon szeretem. Ugyanilyen tudatos volt a gyerekek bevállalása is nálatok? Teljesen, igen. Ők is úgy jöttek, ahogy szerettük volna, és természetesen nem olyan gyermekeket kaptunk, amilyeneket el tudtam képzelni, és jól kifordították a világomat a sarkából, és jól bezuhantam, és most már így utólag, hát évekig tartó trutyiban turkáltam, vagy úszkáltam, miután két pici gyerek jött ugye egymás után, két éven belül érkeztek, így terveztük, mert hogy akkor hamar összenőnek, és majd jó kis játszópajtások lesznek, ami aztán így is lett, mert most már 6 és 8 évesek, és tényleg szuper csapattá kovácsolódtak, ám bár azt az első életévet azt így, hát nem kívánom vissza, szóval meg volt ebben a meló, és meg volt ebben a nehézség, bármilyen tudatosan is álltunk neki, Krisztiánnak volt már egy csomó eszköze, ő a gyerekekkel mindig nagyon jól bánt, hiszen ő a zeneiskolai tanárként rengeteg gyerekkel kapcsolódott, aztán kialakított egy kineziológiai tanulássegítő tanfolyamot, ott csoportosan a gyerekekkel. Szóval, hogy így volt neki egy ilyen tudása, meg eszköztára, én meg így voltam ott, és úgy éreztem, hogy én ehhez ultra kevés vagyok, és semmit nem tudok, és akkor ez volt a szép feladatunk abban az időszakban, igen, hogy ebből kimászunk. Igen, viszont ennél az van, hogy amikor megszületnek a gyerekek, akkor automatikusan bekapcsolódnak a mi gyerekkori élményeink. Na, ez is egy gyakori tipikus, amivel jönnek hozzá. Igen, és ez nagyon, ez egy ilyen váltó. Ez egy ilyen váltás lesz, mert amikor megszületik a gyerek, valamiért az én gyerek, nyilván akkor én apuka leszek, ő anyuka lesz, és szülővé válunk, és akkor ugye már nem a magamét kell csinálnom, hanem a gyerekért kell csinálnom is,
és ebben nagyon bekapcsolódik a mi saját gyerekkorunk. Én nálam például az volt, hogy nálam azt kapcsolódott be, hogy az apukám mindig az volt a hiedelme, hogy ő neki fenn kell tartani a családot, ha töri, ha szakad, ha háború van, ő neki mindent meg kell szerezni. Dolgoznom kell a családomért. És bele kell gebednem. És bele kell gebednem. Egyébként nekem ez nagyon-nagyon-nagyon jól ment. Nagyon szuper. Jól belegebettél. Ugye, én nagyon sokat köszönhetek ennek, apukám iszonyatosan tudott dolgozni, tehát hogy óriásiba. És figyelj, én ennek nagyon-nagyon köszönhetem egyébként a kinezológusi pályámat, mert mikor a második gyerek megszületett, én akkor lettem csak kinezológus, és ezzel kezdtem csak foglalkozni. Akkor engedte el a fix munkámat, és ezzel kezdtem el dolgozni, akkor leraktam 30 év után a zenét, és csak ezzel kezdtem el foglalkozni, tehát ez már az én választásom volt. És rettentő sokat tudok dolgozni a mai napig is, most már tudom, hogy nem kell, de hogy én bennem, hogy nem is tudom, talán egy fél éve jöttem erre rá, vagy egy éve talán. De addig iszonyatosan jól ment a kinezológusi pályám. Automatizmusban nyomtad. Tehát, hogy ez a túlélő rendszerben, és tényleg nagyon sokan. De akkor ez is kellett egyébként, igen. Mert ugye amikor jöttek a gyerekek, én kiestem a munkából. Tehát, hogy ott az élet is hozta azt, hogy akkor ezt a mintádat kell elővenni a zsebedből, és akkor nyomni kell mindsüket a csengőt, és akkor ugye, amikor ez változik ez az egész, akkor kell újra gondolni. Igen. És akkor ott jött az, hogy már aztán már megláttad, és hogy már nem kell ezt csinálni. Igen, és a Zsuzsán meg bekapcsolt egy olyat, hogy az anyukája, nem tudom, a hatodik gyerek volt, hogy jól tudom, hetedik gyerek volt, és ott, hogy a gyerek az ott probléma, és nála ezt olyan szinten kapcsolta be. Inkább a nagymamámat, mert ugye anyukám volt az utolsó gyermek, és akkor én úgy éltem meg a két gyerekemmel az együttlétet, mintha ők heten lettek volna. Tehát olyan szinten voltak sokan úgy, hogy csak ketten vannak az én fejemben, hogy majd, tehát hogy ez volt az, amit nekem nagyon nehéz volt megoldanom, hogy látom, hogy csak ketten vannak, látom, hogy most már el vannak, de miért érzem még mindig úgy, hogy ez nekem nagyon sok. És szóval, amit kérdeztél, hogy mik azok a tipikus elakadások, az egyik legfontosabb, amin mindig dolgozunk, azok ezek a szülői minták, amik bekapcsolnak, akárha még csak ketten van a pár, ott a férfinői minta, amit ugye gyerekként a szüleinél levett, úgy kezd el működni, úgy kezd el reagálni, úgy választ, amilyen felállásban a szülei voltak, vagy pont az ellenkezőjét, tehát mindegyik egy véglet, és amikor meg a gyerekek jönnek, akkor meg újabb kör a saját szülői mintáinkkal. Az is fontos, amiről beszéltek, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sokan azt gondolják, én ezt magamon is tapasztaltam, nem titok, hogy úgymond sikerül egy párkapcsolat, ez is nagyon érdekes, hogy sikerként van ugye elkönyvelve ebben a mai világban, hogy ha van párod, akkor sikeres vagy, és hogy a szinglik, úgymond, vagy akik egyedülállóak, úgymond ilyen defektes, értéktelennek vannak, igen, nyilvánítva, és mi bajod van, miért nincs még? Ez egy másik téma, de hogy így arra szeretnék kiukadni, hogy sokan, és én is beleestem ebbe a hibába, volt olyan párkapcsolatom, hogy amikor úgymond megszerezzük, az eleje még ugye, ahogy mondtátok, ez a marketing időszak, és akkor utána van, akik ugye összeköltöznek, és akkor így jó, akkor így belekényelmesedünk. És hogy akkor így azt gondoljuk, hogy ha majd ez így realizálódik, vagy aktualizálódik az életünkben, akkor már így minden kész van, úgymond, és be akarjuk fixelni, és hogy nem teszünk érte. És hogy ami fontos nálatok, és szerintem kiemelendő az, hogy folyamatosan dolgoztok az egészen magatokon is, de hogy folyamatos energia befektetés, vagy úgymond egy közös teremtés az egész, mert hogy én azt látom, hogy sokan ebbe is tényleg belecsúsznak, hogy jó, most már itt van, jó minden, és akkor így leül az egész, vagy nem tudom. Igen, és akkor... Igen, ezért hangsúlyoztuk ki ezt a randit, hogy el kell mennünk randizni, mint nem tudom, múlt héten elmentünk moziba, tök jó volt, de randiztunk egyet. Igen, hogy mi mindig kitaláljuk azt, ami a kapcsolatunk szempontjából többet teremt, és mondjuk nem a megszokott síma szerint zajlik az a nap, vagy az a hét, hanem van valami új benne, vagy valami igen, más. De minden évben van
valami újdonság. Például nem tudom, elmentünk együtt evezni, sose eveztünk előtte, de volt egy csapat, akivel elmentünk. Sose voltunk még leccseren síelni, és akkor egyik évben elmentünk április végén leccserre síelni. Szóval, amikor hogy... a nap és pólóban vagy, de síelsz, tehát hogy ez ilyen tényleg egy ilyen extra volt, és sokat adott ahhoz, hogy ez is egy közösen megélt élmény is. Vagy nem tudom, elmentünk Prágába vonattal, a büfékocsiba beültünk. Aztán nem iszunk. Igen, szóval ez tényleg fontos, ahogy mondod, hogy nem hátradőlünk, hanem mindig igyekszünk valamit beletenni, hogy maradjon benne tartalom. Vagy kipróbálunk új dolgokat. Igen. Például kipróbálunk egy masszást. Én még nem voltam Krisztián, nálam. Krisztián, még ott van a listán, igen. Úgyhogy én jönni fogok. Nekem olyan listám van, hogy aki volt masszázson, és aki nem volt masszázson. Aki lett. Még a nem volt, az még hoztam. Jó. Ezek mind olyanok, amik hozzáadnak, igen. Még ha külön is éljük meg, és ezt is mindig szoktuk mondani, hogy de ez nem egy kényszeres együtt levés, hogy akkor most minden áron mi más nem csinálunk, csak együtt vagyunk. Az sem jó. Mi arra igen. is figyeljünk, hogy külön is meglegyen az, hogy amit utána lehet elmesélni, amiből utána úgy tudok neki adni, hogy ő neki az érdekes, mert ő nem volt ott. Ez is egyfajta impulzus. Igen, ilyet is szoktunk csinálni, hogy én elmegyek egy 3 napra a Harley Davidson fesztiválra, és akkor utána meg elmegy a Balaton, egy wellness-be. És akkor külön is történik velünk valami, amit utána jó elmesélni. Ezek nélkül nekünk erre van igényünk. Igen, egyébként pont erre szerettem volna még kitérni az én időre. Főleg most, hogy ugye már család vagytok, hogy ezt hogy oldjátok meg, mert nagyon sok családnál ugye ez a másik, amit látok, hogy ahogy jön a gyerkőc, megszűnik a párkapcsolat, és van olyan ismerősöm, akik évekig nem mentek el randevúzni, amit mondtál, vagy ha esetleg sikerült is valahogy mégis kiszakadni a gyerekek energiájából, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy akkor is ez a gyorsan, amiket bevásároltunk, de az, hogy már elmenjünk egy kávézóba, vagy nem tudom, abból már ott volt a bűntudat, ami megjelentett, hogy ezekre figyelni, hogy megmaradjon közted, ne anya-apa legyen csak ugye a funkció, ami igen. működik, hanem hogy ti legyetek együtt, Zsuzsi és Krisztián is, mint szerelmes pár. Meg mint férfi. Mint férfi és nő. Erre nekünk is ki, tehát hogy ez tudom, hogy nem könnyű, mert szerintem főleg a nőknek ez lehet, hogy egy kicsit még nehezebb, mert annyira átmegyünk anya üzemmódba, hogy az a figyelmünknek nem 100%-át, hanem ha 200-at lefoglalja. Tehát, hogyha ebből néha nem tekintek ki, akkor ez így marad évtizedekig, és mennyien maradtak így, ugye, akiket így látunk magunk körül. Tehát, hogy én magamnak is kell cetlizni, vagy figyelmeztetést, jelzést beírni a telefonomba, hogy most akkor egy kicsit ebből így lépjek, és akkor nézzem meg, hogy amúgy, hogyha nem csak ez vagyok, hanem mi van még itt minden. Igen, és akkor a férfibe, ami ugye, amit említettünk nálam is, hogy ő nagyon bement anyába, és nem is tudtam vele kapcsolódni, még nagyon bementem egyébként a munkába. Uh-huh. És hogy ez egy ilyen alapvető automatizmus szerintem, hogy amikor a nő ott van teljesen 100%-ban, vagy még több, akkor a férfi nyilván oda fog fordulni, ahol ő sikereket él, meg amúgy is kell csinálnia, hogy legyen otthon a megfelelő betevő. Tehát, hogy és ez automatikusan, ha nem figyeljük, és nem vagyunk résen, hogy hol van az a pont, amikor ezt egy picit át tudjuk hangolni megint, akkor, és ez mindenhol máskor jön el, mindenkinél más korúak a gyerekek, mi is éreztük, hogy mit tudom, hány évesek voltak, de mi tudom, hogy mi direkt úgy is szerveztük, hogy amikor picikék voltak, és elérkezett az egy év körüli kor, amikor már nem anyateljesek voltak, hanem ott tudott aludni a nagymamánál, akkor azonnal mentek és aludtak ott a nagymamánál, hogy szokják. Egyrészt a nagymamának szüksége van, meg a nagypapának az unokáira, elképesztően megfiatalítja és feltölti őket, szerintem ezt nem szabad kihagyni. A másik meg, hogy a szülőknek is szüksége van erre, a harmadik meg, a gyereknek is szüksége van más emberekre. Tehát, hogy az egy fura ilyen
önáltatás, hogy a gyereknek az anyjára van szüksége, meg persze az apjára is, nem csak az apjára, meg az anyjára, hanem még a tágabb családjára is, hogy lássa, hogy más dolgok is vannak, más reakciók is, máshol más szabályok vannak, wow, de jó, itt is kipróbálhatom magam. Szóval, hogy nagy hozzájárulás. Igen, és hogyha ugye ők elkezdenek nőni, akkor ez nem, hanem az iskolában is más rendszer, az óviba is más a rendszer. Igen. Kell kapcsolódnom különböző emberekhez, és nem mindig csak anyához. Tehát aki így csinálja, az szerintem egy önkol. Hát aki beragasztja. Igen, mert utána az óviban van ott a nehéz elválás, az iskolába ott jönnek azok, hogy ő nem akar menni, mert ő otthon akar lenni. Szerencsére, hogyha erre figyelünk, akkor nálunk például ilyen nincs. Igen. Szívesen mennek. De ezt azért tudjuk, mert tudatosan csináltuk. Igen, mert ezt, nagyon sok olyan példát láttunk, ahol túlkényeztetés idejében, ahogy nagyon be van ebbe a szeretett burokba, akkor mikor kiszakad a gyerek és elmegy máshova, ebből a szeretett burokból ugye ő kikerül, és nincsen neki ott külött az ő saját maga burka, és mivel annyira érzékenyek a mai gyerekek, hogy mindenkinek éber a dolgaira. És nem tudja magát megérteni. Hát azt hiszem, az megint egy másik jó téma egyébként, ugye ez már a tudatos szülő inkább, tudatos gyermeknevelés. Hogy logisztikáztátok össze az én időt? Kinek mikor van én ideje, vagy ez hogy működik? Ez úgy működik, hogy beosztjuk, megbeszéljük, hogy mikor, hova megy. Minden hetet előre. Minden hetet előre beosztunk, nagyjából, hogy lássuk, legalább legyen egy terv. Mert ugye nekünk nincs egyforma heteink, tehát mind a ketten vállalkozók vagyunk, és úgy kell igazítani a naptárainkat is egymáshoz. És én például nagyon szeretek úgy is a gyerekekkel lenni, hogyha nincsen a Zsuzsi, mert akkor nem egyből anya, mert egyből, amikor itt van a Zsuzsi, akkor én egy kicsikét háttérbe, akkor anya. És erre rá is jöttünk, hogyha nincs itthon anya, akkor meg egyébként kapcsolódok én a gyerekekkel, és ez itt több buli. Hogy akkor én vagyok ennek egy kis vezérfonala, és nagyon jó, mert akkor én tudok velük kapcsolódni, és én ezt így nem is bánom. Persze természetesen négyen is jók vagyunk, tehát hogy akkor egy ilyen engedély van, hogy anya viszi a ott energiában ezt az egész dolgot, de amiben látom, hogy ő kér segítséget tőlem, akkor én egyből belenyúlok ebbe a dologba. Igen, és hogyha nem tudjuk felváltva megteremteni az én időt, akkor meg igénybe veszük a nagyszülőket. Amikor a nagyszülőknek is sok volt, akkor babysittert is vettünk igénybe. Tehát ugye ebben nem volt bennünk kérdés, és nyilván bennem is megjelent egy pillanatra a bűntudat, de nagyon gyorsan elsöpörtem, mert tudtam, hogy egyszerűen nem tehetem azt meg, hogy arra hallgatok, és nem teremtem meg a lehetőségét az én időnek, meg a közös időnek, úgyhogy mi az elejétől fogva hívtuk a nagyszülőket, meg mentek, ha őnekik is sok volt, mert a másik oldalon is van unoka, akkor babysitter. Szuper. Úgyhogy ez volt a mi kis tudatos döntésünk. Igen. Amit még kiemelnék, így látom, és mondjuk lehet, hogy már így lassan abba adjuk, mert szerintem óráig tudnánk beszélni, de nagyon fontos nálatok azt hiszem a sebezhetőség is, ami azt gondolom szintén egy olyan izom, amit érdemes gyakorolni, és nyilván elsősorban önmagunkkal szemben, mert nagyon sok helyzet, amiről meséltetek, azt gondolom, hogy már eleve megkíván egyfajta sebezhetőséget, tehát hogy én rámerjek nézni, elismerni, igen, így működöm, igen, ez honnan jön, tehát, hogy ehhez azért tényleg nagyon nagyfokú tudatosság, és őszinteség kell magunkkal. És ma pont erről is beszélgettem reggel egy barátnőmmel, aki jobban maradt az ex-ével, egyébként nagyon érdekes, és mondtam neki, hogy ez nagyon, nekem nagyon inspiráló, mert én általában én nem szoktam, tehát, hogy nálam így lezárás van, és nem azért már haragszom, csak valahogy nekem az így annyira nem. Igen, nem működik, de hogy ők beszélgetnek a mai napig, és mesélt erről, hogy szóba jött, hogy saját magával nem őszinte a másik fél, és hogy ez is egy kulcs fontosságú része, de már megint, akkor visszamehetünk megint az alapokhoz, hogy saját magaddal legyél őszinte. Tehát, hogy itt azért van jó pár tégla, ami kell ahhoz a házhoz. Igen, viszont hogyha megnézed, hogy a listánál ott már egyébként egyszer bevállalod a sebezhetőségedet, mert ugye azért írsz egy pozitív listát, mert azt nézed meg, hogy mi az, ami idáig nem működött. Tehát rámersz nézni az összes félreválasztásodra, hibának bélyegzett dolgodra. Tehát ott már csináltál egy ilyen dolgot, igen. És hogyha te ott már megcsinálod ezt magadnak,
ezt, hogy neked mi az, ami nem működött, vagy mi az, ami idáig nem működik, és mi az, ami működik, akkor ott bevállod a sebezhetőségedet, és ez alapvetően, amit te is mondtál, hogy ehhez sebezhetőnek kell lenni, igen, de már eleve így érkeztünk be a kapcsolatba. Uh-huh. Ugye ez az alap, ez most, hogyha azt mondani, hogy egy házat mocsára építünk fel, és nincsen meg ez az önismereti dolog, akkor sajnos az van, hogy egyébként el fog süllyedni, hiába építem föl az önbizalmat meg mindennek gyönyörűen, az akkor is folyamatosan süllyed, és akkor csak rakom rá a téglát, de minél több téglát rakok rá, hogy gyorsabban süllyed. És ezért, amikor esetleg a párkapcsolatokban mondjuk elkezd süllyedni a ház, akkor is gyorsan egy alapot rakunk alá, hogy ez ne süllyedjen tovább, hogy igenis az első az, hogy én az én, amit idáig elkövettem hibákat a kapcsolatban, most beszélünk egy olyan kapcsolatról, ami egy meglévő kapcsolatról, akkor egyébként már ott azokat a hibákat engedjük el, már az első héten minél gyorsabban, hogy az már ne süllyedjen tovább ez a kapcsolatás, meg ne bántsuk egymást már tovább, mert az első jelen, amit beszéltünk is, hogy a kommunikációban van ez az elsődleges váltás. És itt szeretnék csak arra kitérni gyorsan, hogy ha valaki úgy érzi, hogy most neki nem volt annyira tudatos a választása, és ezt megette a fene, nem így van. Tehát, hogy mi mindenkit arra biztatjuk, hogy sosem késő, most a legújabb programunknak is ezt a címet adtuk, hogy sosem késő, és mindenféle párkapcsolatot érdemes megpróbálni helyrehozni, mert a reménytelennek tűnő helyzeteket is meg lehet javítani, ha mindkét fél hajlandó bizonyos dolgokra, akár erre a sebezhetőségre, és vissza tudjuk építeni azokat az alapokat, amire aztán egy új házat tudunk együtt felhúzni, mert itt éreztem egy ilyet, hogy lehet, hogy akkor azt gondolja egy néhány hallgató, hogy lehet, hogy aláválasztottam, és akkor ez nekem nem fog működni. Mi van, ha nem működik? Kimondtál megint egy kulcsfontosságú mondatot, szerintem, hogy ha mindkét fél hajlandó. Igen, ez így van. Ez így van. Ez így van. Ez az egyik feltétele. Ha viszont én azt gondolom, hogy ha már az egyik fél elindul ezen az úton, és ő azt mondja, hogy na jó, én nem akarom tovább rakni a téglát, én az alapokra visszaugrok, és én meg szeretném ezt javítani, akkor nagyon gyakran így elkezdem húzni, én feljövök egy ilyen a tudatosságra, elkezdem magamat nem bántani, és hogyha én már nem bántom magamat, akkor ő már közelíteni fog hozzám, vagy hogyha én nem bántom őt, akkor ő már közelíteni fog hozzám. Szívesen jön. Tehát szívesen jön velem. Tehát mindig az szokott lenni, hogy amikor elkezdünk dolgozni a párkapcsolaton, akár egyik féllel, akár mind a két féllel, az a lényeg, hogy valaki egyébként egy kicsikét úgyis előrébb tart, jobban elindul, mint a másik, mert valakinek ez tök, nagyon természetes, tehát hogy ez ilyen tökre így van, és hogyha valakinek már sikerült mondjuk egy jó kommunikációt elsajátítani, akkor ő a másik fél már szívesen kapcsolódik ő hozzá. Azzal tud neki... És hogyha nincsenek meg ezek az eszközeink, és nincsen meg mondjuk így az információnk, vagy az eszközünk, hogyha erre nincsenek meg, akkor én megyek le, és akkor bántás lesz. És ennek az a lényege, hogy ezeket a bántásokat ugye átfordítom magamba, hogy csináljam másképp, és akkor azzal én följebb lépek, tehát hogy már nem fogok beleakadni ebbe a rossz dologba, mert hogy én kihúzom magam, sőt, ő fog elindulni felém. És ez annyira szépen elindul, hogy nem tudom, ezt egy olyan hány nap? 60 nap? 60, hát 2,5-10 hét alatt szoktuk átforgatni igen. Egyébként egy az egyben. Igen, és úgy, hogy itt mondtuk, hogy igen, mindkét félnek a szándéka kell, de elég a szándék, ha mindkét félben megvan, akkor már, ha az egyik elindul, jön vele a másik. Tehát, hogy itt nem kell arra gondolni, hogy ha nem jön el velem párkapcsolati terápiára, akkor az egésznek vége van. Nem, tényleg. Tehát, hogy semmi sem hiába való, és mindent érdemes befektetni magunkba is, főleg először, hogy aztán esetleg tudjuk őt invitálni arra, hogy lehet, hogy te is körülnézhetsz oda bent. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy amikor én elindulok ezen a kis önismereti úton, akkor ott is megjön ez a sebezhetőség, és most jól elfelejtettem, amit akartam mondani, mert valamilyen átkapcsoltam. Nem baj. És hogy kezdtük el?
azt mondtam előtte, hogy ha én elkezdem magamat ugye meg kialakítani, akkor lehet, hogy te is rájössz, hogy te is körülnézel oda bent. Igen, és akkor én is elkezdek egyébként veled menni, meg veled fejlődni. És, ha én hajlandó vagyok sebezhető lenni, te is hajlandó leszel? Igen, ezt na, így valahogy így akartam mondani, bocsánat, hogy elakadtam itt a fonalba. És hogy akkor én is a sebezhetőségemet, hogyha ő megmutatja, akkor én is megmerem már mutatni. És akkor energetikülök ez egyébként így kiklofolja egymást. Kioldódik szépen. Na, hát szerintem arra gondoltam, mit szólnátok, hogy akinek van kedve és egyedül van, mi lenne, ha adnánk neki házi játéknak ezt a listát? Jó. Milyen instrukciókat adnál hozzá? Én azt hiszem 4 vagy 5 pontot szoktunk így instrukciónak adni. Az első, hogy lezáratlan múlt legyen. Lezárt múlt. Uh-huh. Mindenféleképpen, és ezt úgy értem, hogy nem csak a kapcsolataimra, hanem hogy a szüleimmel való párkapcsolati mintát is. Uh-huh. Tehát, hogy ezt meg kellene úgy fogalmazni, hogy oké, rendben, ők mit csináltak jól, vagy mit csináltak rosszul, azt hozzuk el, nincsen egyikkel sem semmi baj. Az, hogy mindig legyenek közös programok, tehát hogy legyen közös kapcsolat, közös érdeklődés. Én szerintem az is fontos, hogy a jövőkép nagyjából úgy egyezzen, mert valaki akar gyereket, valaki már nem akar gyereket, és ez megint csak probléma szokott lenni. A negyedik az, hogy a barátokat, azokat ne zárjuk ki, akár van kapcsolatom, akár nem. Uh-huh. Mert nagyon sok olyan párkapcsolat van, ahol a barátok szedik szét egyébként a kapcsolatokat, hogy az én barátom nem fogadja az ő barátait, és ugyanúgy viszont is. És a harmadik pedig az, hogy fejlődünk 3 szinten, szellemi, érzelmi és fizikai szinten együtt. Mert hogyha ezek nincsenek meg, ez az 5 ilyen dolog a listádban, akkor én szerintem megakad hosszú távon, nem tud működni, mert ezek olyan sarkalatos pontok, mint az alapba a cement, hogyha nem rakok bele cementet, akkor mindegy. És ezek azok, amikre nem biztos, hogy elsőre gondolunk. Így van. Ezért. És még egy jó tanács, nagyon részletes lista legyen. Nagyon! Jó? Tehát, hogy a testére, tehát hogy tényleg merjünk elrugaszkodni attól, amit most realitásnak hiszünk, és vegyük észre, hogy hol értékeljük le magunkat, és merjünk egy kicsit nagyobbat kérni, mert ott jöhetnek az igazi meglepik. Így van. És utána nagyon fogunk örülni, hogy te ügyes vagy, ráírtad, ez az! És még egy eszembe jutott, hogy megírom a listát, és én félek tőle, akkor az, hogy az én befogadásommal lesz a baj, hogy úristen, én kérhetek ilyet, és hogyha van egy félelmem ezzel kapcsolatosan, ezzel a listával, akkor ott egyébként azokat ki kellene törölnünk, az összes ilyen félelmet, mert azok már eleve megpucolnak minket, hogyha azokat elengedjük, ezeket az érzelmeket, amit úristen nem hiszem kell, akkor magamban felhúzom egy falat a listámhoz. Igen. A listám elé, és ezért nem lesz elérhető, nem fog lejönni a valóságba. És éppen ezért, hogyha az összes érzelmet, vagy félelmet, vagy nézőpontot, hiedelmet, ezeket mind, azért olvassuk ezt a listát naponta, mert szembesítem saját magamat a saját magam félelmével. Ezt naponta kell olvasni? Wow! Naponta olvasom, mert szembesítem magam, mert ahogy olvasom, úgy jönnek fel, a negatív érzések, hogy úristen, én ezt nem érdemlem meg, jön fel a félelem. Vagy hogy ilyen úgy sincs a világon. Nincsen. Uh-huh. És ezekkel mindig elkezdem, most így fogom mondani, kikulcsolni ezeket a hiedelmeket magamból. És fölpiszkálom. Uh-huh. És tulajdonképpen ugye ő azért nem tud megjelenni ez a dolog benne. Nem tud megjelenni a személy az életemben, fizikális valóságában, mert én oda húzom az én falaimat ezeré. Wow. Szuper, köszönjük. És van-e javaslatotok, vagy házitok annak, aki párkapcsolatban van? Mert bízom abban, hogy nem csak olyanok néznek minket, akik egyedül vannak. Hát, őnekik az egyik feladat, amit szoktunk adni az első ilyen konzultációnál, hogyha minősítünk, utasítunk és számon kérünk, figyeljük meg, hogy ezt hányszor csináljuk,
mert hogy ezzel gyomrak sértődést okozunk mindenkiben, magunkban is, és ő benne is, és hogy ehelyére lehetne kéréseket megfogalmazni. És ez azért érdekes feladat, mert azt nagyon könnyen látjuk, hogy a másik mikor csinálja ezeket, az utasítás, minősítés, számonkérést, de most kezdjük el azt megfigyelni, hogy mi hányszor csináljuk. Így van. Mert az egy ilyen tükörbenézés, vagy felismerést hozhat. Hogy hol az én szerepem ebben. És egyébként még, aki párkapcsolatban van, azt nagyon sok szeretettel invitáljuk a zárt csoportunkba, mert most oda nagyon sok olyan tartalmat tettünk fel, amivel tudja saját magát egy kicsit inspirálni mindenki arra, hogy egy picit ránézzen a dolgaira, és jövő héten fogunk indulni egy olyan programmal, ahol olyanokhoz szólunk, akiknek van párkapcsolata, és nagyon szeretnék magasabb szintre emelni, vagy picit jobbá tenni, vagy a problémáikat megjavítani. Ott direkt nekik állítottunk össze egy programot, majd berakjuk ide valahova a linket, ahol meg tudjátok nézni, és akkor ott is érdemes körülnézni. Mi a csoportotok neve? Tudatos párkapcsolat, újra együtt boldog. Szuper, majd akkor azt is belinkeljük ide kommentbe. Jó, köszönöm, hogy itt voltatok. Nekem nagyon izgalmas volt ez az egy óra, remélem, hogy ti is jól éreztétek magatokat. Nagyon. Mi nagyon. És tudtunk volna még egy órát szerintem. Igen, szerintem lehet, hogy még fogunk jönni, majd szépen megbeszéljük veletek. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és mindenkinek jó házi játékot, aki nyitott rá, és köszönjük a tanácsokat, meg a kérdéseket. És köszönjük a figyelmet! Sziasztok! Sziasztok!